és nevetés sem maradt el az idei Géza gálán. Több éves hagyomány, hogy a második Géza gimnázium diákjai és tanárai megszervezik az eseményt. Egyrészt jótékony célt is szolgál a rendezvény, mert ugyan a belépés ingyenes, de adományokat elfogadnak a gimnáziumért alapítvány javára, másrészt a szórakozás kap teret. Több egyéni és csoportos műsorszámban is megmutatták a tehetséges fiatalok, hogy milyen sok művészeti tárgyból teljesítenek kiemelkedően. Volt olyan tanuló, aki négyszer öltözött át és lépett színpadra. Apu Zsolka elsőként a Vacsánplátter címet viselő táncot adta elő a Heimat tánccsoport tagjaként. Ahogy mondta, minden tánclépésnek jelentése van. Ezt akarták megmutatni a nézőknek. Január elején el is kezdtük a folyamatot. Egy délutánt, valamint egy teljes napot szántunk a koreográfia megtanulására, majd több próbát a finomításokra, és legelőször a Bátaszék is Vábbálon sikerült előadnunk. Ez a csoport 2016. szeptember 2-a óta táncol együtt, és azt gondolom, hogy azóta nagyon jól összekovácsolódtunk. Következő nyáron csatlakoztak hozzánk az utánpótlás tagjai, és így váltunk mi ifjúsági csoporttá, azóta együtt és külön is táncolunk. Ezt a nagyobbaktól láttuk, tehát a felnőtt csoporttól láttuk, hogy ezt adták elő, valamint még a régebbi időkből láttunk egy-két felvételt, és elhatároztuk, hogy ezt mi is meg szeretnénk tanulni. Bőrnadrágokban táncoltuk el, és ennek a lényege az, hogy erősen oda kell ütni, tehát hogy hallatszódjon kell annak az ütésnek, valamint ez az a tánc, amit nem lehet fapofával előadni, tehát teljes átéléssel kell. Valamint, hát ugye ütögettük egymást, csapkodtuk egymást, és lényegében ez volt a lényeg, hogy a táncból most végre láthatták, hogy mit is jelent, mert minden tánclépésnek jelentése van. Ez egy vegyes csoport, tehát hogy életkor alapján oszlik el, hogy ki melyik csoportba kerül. Természetesen nem csak az életkor dominál, hanem a tudás is. Az ügyesebb táncosok már felléphetnek a nagyobbakkal, tehát velünk, és a kicsit még gyengébbek, vagy akik éppen most kerültek be, ők pedig még az utánpótlás tagjai lehetnek. Igazából a szavalás és a táncolás mellett fontos szerepet tölt be az életemben a tanulás, tehát most terveim szerint nyáron nyelvvizsgázom német nyelvből, utána pedig ráfekszem az angol nyelvre is, tehát a művészet is egyaránt érdekel, és a tanulás is. Hagyományos népviseletben sárközi népdalcsokrot adott elő Holc Hanga és Rajnai Réka, 10. osztályos tanulók. Aranyalmás a szív saján keszkenő, van is nékem családon szép szerető, még a föld is ráng a merei járó, legélődjön, akivel szóba állok, tiszta búzát szemezget a vadgalam, de szépen szól a csanádi nagy haram. Azt veri az mind a két oldalára, a csanádi legényöknek nincs párja. Februárban találtuk ezt ki, és azóta majdnem minden héten próbáltunk, és az osztállyal is leszek még egybe. Küldtünk hát YouTube-ról linkeket a tanárnőnek, és ő választott lényegében, és azt adjuk elő, ami nyert. Hát én alsónyéken táncolok már hát 8-9 éve. Az osztálytársam, ő Hanga, ő hát ő pontosan nem tudom mióta, de ő sárpilisen táncol, és sokat szoktunk találkozni fellépéseken, és így jött. Ő találta ki igazából, én meg csak csatlakoztam. Ugyanakkor az esemény a közösségeket is formálta, hiszen egy-egy osztály humoros műsorszámmal lépett a színpadra, ezzel mutatva görbe tükröt a hétköznapokra. Így a Géza születik, egy közismert tévés tehetségkutató műsort kiparodizálva a 12. AB osztály közös műsort adott elő, amelyben osztályfőnökök is szerepet kapott. Igazából felkészülés szerintem egy másfél hete kezdtük nagyjából el, mi így általában mindent így az utolsó pillanatra hagyunk. Hát ez nem egy túl jó tulajdonság, de ez így sikerült. Szinte az egész osztály, talán egy 3-4-en mondták vissza valami ok miatt, de az egész osztály. Mi vagyunk a végzősök 12-ben, úgy voltunk vele, hogy utoljára egy ütős előadást előadunk azért még búcsúként. Lesz benne egy kicsi komoly rész is, ami nálunk is van két szép hangulány, ők énekelnek egyet benne, mint az egyik produkció, de a lényegében vicces lesz a reklámok is direkt úgy lesznek összeválogatva, hogy ez jó legyen. Keresem a lány, az áll.
A már több mint 3 évtizedes Géza Gála jó alkalom a tehetséges fiataloknak a bemutatkozásra, akik valamilyen művészeti tájból kiemelkedően teljesítenek. Az igazgató szerint sok értékes előadást láthattak az érdeklődők. 1990-ben rendezte a gimnázium az első ilyen bemutatót, ahol a diákjaink meg tudják mutatni a tehetségüket, hogy a tanórai produktumokon kívül mi az, amiben valóban tehetségesek, és mi az, amiben újat tudnak adni, és újat tudnak mutatni. Ilyenkor a versmondók, azok, akik zeneiskolába járnak és hangszerekkel játszanak, illetve sok éves hagyomány már, hogy kialakult egy olyan rendszer, és szinte licitálnak az osztályok arra, hogy ki tud jobb humoros produkciót, egy-egy jelenetet előadni. Mindenki maga választja ki, nem minden osztály lép föl, természetesen azok, akik össze tudtak hozni egy-egy műsort, de több osztály készült. A mindenkori 11. évfolyam közül, évfolyamosok közül egy kampány, egy egész hetes kampány után választják meg Géza királyt és Eof Rozina királynét. Az ő beiktatásukra a múlt héten már sor is került itt a művelődési házban. Ez igazából egy ilyen szimbolikus, kulturális lezárás, de ebben is van feladatuk, hiszen műsorvezetők a mai estén, tehát a királyi pár ennek a gálaműsornak a műsorvezetője. 12. századi árpádkori kultúránknak egy nagyon érdekes színfoltja kötődik az ő nevéhez, hiszen az a lovagi kultúra, amely elsősorban Nyugat-Európában alakult ki, azt ő honosította meg Magyarországon. Én azt gondolom, hogy erre is emlékezünk ilyenkor, amikor a mi kultúránkat is igyekszünk megmutatni, és hát a korhűséget pedig az adja, hogy valóban a királyi pár itt a műsorvezető ebben a gálaműsorban. A nagy érdeklődésre való tekintettel ebben az évben is kétszer adták elő a szereplők a gálaműsort, amely a II. Géza magyar királyhoz kapcsolódó Géza napi rendezvények záró eseménye volt.